A határtalanul pályázat keretében érkeztünk ide, de valójában ennek az előzménye már nálunk március hónap elején megkezdődött. Előző évben írtunk egy pályázatot, ökoiskolai együttműködést szerettünk volna megvalósítani, mely úgy vélem szerencsésen sikerült. Március 4-től 10-ig egy hetet töltöttek iskolánkban, az Egydomokos Iskola Központnak 20 tanulja és 2 kísérő tanára, és egy nap kollektoros asztalberendezést, illetve néhány kerti padot készítettünk el közös munkával. Az itteni programról röviden volt már szó, de némileg ismétlem igazgató urat. Tehát fűszernövényeket hoztunk, és egy nagyon szép fűszernövénykertet készítettünk, sziklakertet, valamint komposztálót, madárodokat, etetőket itt közösen. Kicsit húz kéjjel majd. Pontosan? Annyira gondfél a ültetek. Megnyomkodod itt oldalt, akkor így szép lassan elát. És hát ezeket itt is hagyjuk, mint ahogy mi is itt hagyjuk a nyomunkat, ti is ugye ott hagytátok nekünk 2 hete, és nagy szeretettel fogjuk használni azokat az eszközöket. Én tudom, hogy mindannyiótoknak ebben nagy munkátok volt. Nem feltétlenül mindenki ezekben a szakmai programokban vett részt, hanem jelen voltatok a közös kulturális, illetve egyéb programokon, kirándulásokon. És én biztos vagyok benne, hogy nem túlzok, amikor azt gondolom, hogy itt többötök közt életre szóló barátságok, szeretet, illetve szimpátia kapcsolatok kötettek. Örvendek még egyszer befejezésül annak, hogy a mi programunk gazdagabb, színesebb volt azáltal, hogy közösen bonyolítottuk le a Hódmezővásárhelyi testvériskolával, és a tanáraikkal és a diákjaikkal.